Az egyetemen volt, mikor egy fiszkén zárt helyi dolgozatra készültem, hogy entrópia, entalpia, pH, és akkor azt gondoltam, hogy a deuténum egy nehéz hidrogén, másként viselkedik kémireakcióba, és meg voltam, hogy hogy a győző hidrogén-deuténum arányszerep, játszik úgy szerepet abban, hogy egy sejt osztódik, vagy nem osztódik, vagy rá kell elkezdődni, vagy nem kezd Ez 1980 volt. Mi mondom, hogy ebben az volt az érdekes, hogy itt két, két gondolatnak kellett megtörténnie, és ennek kettő között eltelt négy év. Tehát én Szent Györgyire építem, akire sokan építettek. Már ő 70-es években itt egy interjúban azt mondta, ha meg akarját a Golden Rock kérdését, akkor szubmolekuláris szinten kell. Tehát Szent Györgyi azt mondta, nem igaz, hogy ezek a nagy molekulák szabályozzák meg, meg harmonizálják a, a bennünk lévő végtelen bonyolult folyamatot, hanem azt mondta szerint az elektronok, amik borzasztó gyorsak, kicsik, és ez, ez így módot adhat arra, hogy betöltsék ezt a szerepet. És akkor elővettem egy papírt, 1976. május 21, és leírtam, hogy a hidrogén ionoknak, a pozitív töltésű ionoknak van kulcs szerepe a rák kialakulásában. És akkor négy évvel később biológus hallgatóként, egyetemistaként, negyedik és évesként. Akkor, akkor hány éves voltál, amikor ezt leírtad? 76-20. 20, 20, 20 múltam. Tehát 20 éves gyerekként... Ezt mond el, hogy én ugye gimnáziumból is már rákkal akartam foglalkozni, tehát ez úgy bennem volt folyamatosan, és akkor ez a gondolat jött, mikor meghallgattam Szent Györgyenek az interjúját. Amikor én az Egyesült dolgoztam, akkor oda hívtak. És azért voltam kint, mert meghívtak, hogy dolgozzak. Ezen a kutatási területen nem mondhatom, hogy, hogy hívtak volna, viszont azt tudom, hogy nagyon sok ember együtt külföldön, akik szintén ezt a dolgot kutatják. Uh -huh. Milyen országokkal van kooperáció? Hát most azt mondjuk, hogy az Egyesült Államokban szerintem most a három egyetemmel is. A, a, a korábban Nashville-ben volt egy egyetem a Van der Bérod közöttünk is cikket. A kínaiakkal a, a, vagyok olyan kapcsolatban, tudom, hogy Sánke egyetem milyen munka folyik. A Franciaországban adtak be egy projektet a deutérium megvonással kapcsolatban ott, ott benne vagyunk ebbe a projektbe. Tudom, hogy Oroszországban komoly kutatások folynak, tudom, hogy Romániában komoly kutatások folynak ezen a területen. Ha nézem a, a Research gate ahol ugye fönn vannak a tudományos munkáink, azt látom, hogy, hogy kö, most 3000 fölött van azoknak a számok, akik az elmúlt időszakban megnézték, hogy nekem milyen tudományos eredményeim vannak. Közel 2000-en töltötték le a, a tudományos publikációmat, és, és látom, hogy most a Berkeley-ről töltötték le a, a tudományos cikkeimet, és olyan szkóra rendelkező kutatók, akik a tudományos élet felső két és fél százalékába tartoznak. Húsz évig kell csak várni, hogy olyan befektetőt tudjunk találni, aki bízik a mi fejlesztésünkben, ismerő tudományos eredményeket is látja ebben a, a, az üzleti hasznot is, meg egyébként tényleg a társadalmi hasznosságát. Ezt tette lehetővé, hogy, hogy Közel 300 millió forintos beruházással megépítsük azt a berendezést, amivel most gyógyszergyárban, audít után vagyunk képesek a klinikai vizsgálat számára hat anyagot gyártani, és elő is készítettük a klinikai vizsgálatot, ami azt jelenti, hogy megvan az a társaság, ennek ez a dolga lesz levezényelje, Svédországban lesz az adatok kezelése, hollandok csinálják a statisztikát, központi laboratórium Berlinben és Lengyelországban, tehát ugye minden együtt van ahhoz, hogy, hogy, hogy elinduljon a klinika vizsgálat. Itt a csavar az jön, hogy mi be is nyújtottuk az ezzel kapcsolatos dokumentációt, ehhez mi nem kaptunk etikai engedélyt, ezért Magyarországon kívül fogjuk elindítani a klinikai Tehát vizsgálatot. a nem kaptátok. Tudományos Kutatás Etik Bizottság nem adta meg a Klinikai Farmakai Bizottság, hogy etikai engedéllyel rendelkezzünk ehhez a vizsgálathoz. Tehát nyilván az ember tudomásul vesz is egy kereszt, akkor felültem a repülőgépre, elmentem különböző országokba, és hét klinika vállalja örömmel, hogy, úgy majd részt vegyen ebbe a klinikai vizsgálatba. Most a nagy nehézség nyilván az, hogy egy 3-400 millió forintra van szükségünk, hogy ezt a klinikai vizsgálatot finanszírozni tudjuk. Tehát most itt vagyunk ennek a kapujába, és, és keresjük a befektetőket itthon is, külföldön is, hogy megfinanszírozzuk ezt a klinikai vizsgálatot. És mind a mellett pedig igen komoly anyagi gondokkal küzd a vállalkozásunk, ami döntő részben a GVH 30 milliós bírságának, és az azt követő visszaesésnek tudható be. Tehát ma így áll Tehát egyrészt lehetem optimistán a dolgot, hogy, hogy a, az európai gyógyszerhatóságnál regisztrálva van az, hogy csökkentett deuterium tartalmú víz, mint aktív gyógyszeripari hatóanyag. Tehát a mi kis cégünk itt a 23 év alatt el tudta vinni oda ezt a folyamatot, hogy az EMA-nál, az Európai Gyógyszerhatóságnál regisztráltuk. Az európai rendszerben, az EUDOR rendszerében regisztrálva van a protokolunk. Tehát erre nagyon büszkék vagyunk, és büszkék is lehetünk, mert nem sok, azt kell mondjam, a nagy gyógyszergyárak tudják ezt megcsinálni, mi eddig ezt el tudtuk vinni. Amennyiben el tudjuk indítani a humán klinikai vizsgálatot, akkor azon gondolom, hogy tulajdonképpen ez az első egy nyílt vizsgálat lesz, és utána fogunk egy kétkarú vizsgálatot indítani. Tulajdonképpen néhány hónapon belül látszódnia kell, hogy az, amit én mondok 25 éve, az valóban úgy van, és ezeken a bevont betegeken világosság kell válni, hogy a deutérium megvonásnak milyen komoly dagantás hatása van. Ha pedig ez megtörténik, onnantól kezdve az a kérdés, hogy a öt fő nagy tumor mikor és hogyan tudunk újabb és újabb klinikai vizsgálatok indítani, tüdő, prostata, emlő, vastag és ezekre, mert, mert a betegek fele végig sajnos ebben a négy-öt tumor hal meg, és amint ezek a dolgok elindulnak, akkor, akkor az onkológusok számára egy merőben új merőben hatéko sokkal hatékonyabb eszköze a rendelkezésre, hogy ezt integrálják az onkológiai kezelések rendszerébe. Én azt csináltam, hogy elmentem a boltba, vásároltam különböző élelmiszereket, és utána elvittem az akadémia egyik intézetébe, megkértem, hogy vegyék ki az élelmiszerből a vizet, égessék el a visszamaradt szárazanyagot, tehát lisztet, cukrot, túrót, vajat, zsírt, és utána mutass, nézzék meg, hogy a száraz anyagban mi a deutérium tartalom. És akkor az derült ki, hogy a, ugye a természetes vizekben azt mondjuk, hogy még 150 ppm a, a deutériumnak a koncentrációja, a lisztben és a cukorban ez 145-150 ppm volt, vagyis megegyezett a szénhidrátokban a deutérium tartalom a vízével. De hogy mentünk lefelé, tehát ahogy minél több biokimia folyamaton keresztül, Jut el mondjuk egy, egy szervezet, hogy, hogy zsírokat, lipideket, olajokat szintetizálja. Azt látjuk, hogy a, a fehérjékben már csak mondom 138 volt, a vajban 128 volt, és a zsírban 118 volt a deutérium szint. És ugye mi úgy működünk, hogy elfogyasztjuk a táplálékot, ami zsírok, lipidek, zsírok, szénhidrátok, fehérjék. Ez bekerül a szervezetbe és mikor mi ezeket elégetjük, akkor széndiokszid és víz keletkezik. És ebből következik, ha a szervezetünk cukrokat éget el, akkor minden nap keletkezik meg 2-3 deci liter anyagcserevíz, akkor az anyagcserevíznek a deutérium szintje 150 ppm lesz. Ha zsírokat éget el, akkor eleve csökkentett deutérium tartalmú víz keletkezik a mitokondriumokban. És az a szép, ami felfedezésünkben, meg az eredményünkben, hogy minden teljesen független kutatási eredmény visszaerősíti azt, amit mondunk. A daganatos sejtekre az jellemző, hogy ott a mitokondrium nem működik rendesen. A daganatos sejtekben a mitokondrium nem képes csökkentett deutérium tartalmú alnyagcserevizet termelni. Tehát hiányzik a fék ezekből a sejtekből, mert minden a citoszolban történik, ahol főleg szénhidrátokat éget el, és így a keletkező víz is normál deutérium tartalmú lesz, és semmi csoda nincsen abban, hogy a daganatos sejtek úgy osztódnak, ahogy osztódnak. Tehát magyarul a szénhidráttal etetjük a daganatos sejteket. Igen, igen. És a deutérium csökkentett víz alkalmazása, tehát bele tud nyúlni itt a rendszerbe, hogy ezzel mi levisszük a deutérium szintet, és kvázi azt a helyzetet tudjuk előállítani, mint hogyha de a mitokondrium jól működne. És a másik véglet, ami elhangzott a Boros László professzor adásában is, hogy az Egyesült Államokban 10 klinikai vizsgálat folyik úgynevezett ketogén diétával. Ugye a ketogén diétán azt kell érteni, hogy a szemben a mai állásfoglalással az energiabevitelt ne döntő részben szénhidrátokkal biztosítsuk, hanem zsírokkal, olajokkal. És megdöbbenve tapasztalták, hogy a daganatos betegek gyógyultak, hogyha ilyen étrendet adtak nekik. Csak azok az emberek nem tudták, hogy miért gyógyulnak ezek az emberek. És itt fonódik össze a mi kutatási irányunk az ő eredményeikkel, hogy a ketogén diétával valójában megnöveljük annak az esélyét, hogy az anyagcserevíze valóban csökkentett deutérium tartalmú legyen, és semmi meglepő nincsen abban, hogy ezek az emberek gyógyulni tudnak egyszerűen attól a ténytől, hogy a szénhidrátokat visszavonták, és olyan zsírokat adtak az embereknek, amelyek természetesen alacsony a deutérium tartalma. Tehát vaj, tájföl, szalonna, tepertő. Igen. Ha ez zsír... dominál, abszolút fókuszban az van, hogy ebből egy gyógyszer legyen, mert ez az egyetlen egy módja, hogy daganatos betegek számára hozzáférhető legyen széles körben, bekerüljön az orvosi kezelések rendszerébe, és egyszerűen a receptre felírják majd a, a jövőben. Tehát, Tehát a, ez a cél. A, más cél nem is lehet. Tehát az nem lehet cél, hogy, hogy van Magyarországon 150 ezer daganatos beteg, és, és ezeknek kevesebb, mint egy a Hoz eljut az információ, meg tudja fizetni, módjában áll, vagy bízik ben, és akkor, akkor ők szerencsések ilyen értelemben, és, és élvezhetik a deutérium megvonás előnyeit, miközben a betegek 99%-a pedig hozzá se jut, mert vagy nem hall róla, vagy nem tud róla, vagy nem tudja finanszírozni. Tehát ennek az egész fejlesztésnek csak akkor van értelme, és az egyedüli értelme, ha az onkológusok számára biztosít egy új eszközt, hogy integrálódjon a meglévő rendszerbe, és onnantól kezdve az orvosok sokkal tovább tudjanak élni, mert egy igen jelentős stresszfaktor lekerülhetne róluk, mert nem azt kell mérlegelni, mikor bejön a beteg, tudják, hogy milyen stádiumban van, és onnantól a fejében van már, hogy ez milyen várható élettartammal kalkulálhat, hanem ha azzal az örömmel mehet haza. És ennek kapcsán hogy mondjak egy nagyon érdekes történetet, hogy Múltkor találkoztam egy betegünkkel, akinek tüdőrákja volt több mint öt évvel ezelőtt, és, és mondta, hogy a, a, az orvosa nagyon örül, és akkor ők is voltak tévében, és, és az orvos nagyon büszke rá, hogy itt van ez a tüdőrákos beteg, aki megmondta egyébként, hogy másfél éves életkilátása számíthat, de nagyon örül annak, hogy most itt van, és az ő betegén keresztül valójában azt akarja validálni, hogy milyen jó a konvenciós kezelés. És ez az orvos nem tudja, hogy ez a beteg másfél éven keresztül csökkentett a tartom vizet ivott. És borzasztó ez a rendszer, hogyha arról beszélünk, hogy a betegek fogyasztják a vizet, ha az orvos nyitott, örülök neki, hogyha mindig elmondják az orvosnak, de az orvos, mikor látja, hogy valami nem úgy történik, ahogy egyébként történnie kéne, nem annak megy utána, hogy hogy hoppá, mit is csinálhat itt ez a beteg, és egy pár orvos rákérdezhetne sok-sok száz betegre, mert, mert kilógnak a sorból, hanem kvázi körbehordozzák annak bizonyítékaként, hogy milyen jók azok a kezelések, amit ma adunk. És valószínű, hogy nem véletlen, hogy azt a beteget kiemeltem, mert lehet, hogy ennek az orvosnak az elmúlt tíz évben nem volt ilyen betege, akinél öt éves túl és tudott volna produkálni, akkor, amikor másfél évre várta, hogy ez a beteg meghal. És akkor el kéne gondolkozni, és az is érdekes, amikor én ugye baktériumgenetikával foglalkoztam, hogy, hogy mindig a kivételt kéne keresni. Tehát van egy nagy statisztikánk, tudjuk, hogy mik a várható élettartamuk. De akkor, mikor egy beteg nem úgy viselkedik, tovább él. Na, Isten, múltkor hallottam az onkológusok körbe telefonálták egymást, mert nem értették, hogy a betegnek a nyelécsévőre eltűnt a daganat. Tehát mikor ilyen esetekkel találkoznak? annak utána kell menni, és nem egyszerűen legyinteni, hogy spontán gyógyulás. Nem gyógyul meg spontán. Annak oka van, ha egy adott beteg egészen másként viselkedik, meggyógyul, eltűnnek a daganatai, vagy éppen 11 évvel később hal meg, amikor két hónapot mondtak, mert tüdőrákkos beteg agyi metasztázisra. És ez jó lenne, hogy ha mindenki figyelembe venné, hogy meg akarjuk oldani ezt a problémát, nem lehet semmilyen esélyt, semmit sem eltemetni, eldobni, felületesnek lenni, azért, mert egy professzor, egy akadémikus valamit mond, és azért, mert ő akadémikus, akkor azt készpénznek venni, és fogadjuk el ténykérdésként, hogy szükség van új megközelítésre, és azon túl, hogy szükség van új megközelítésre, szemletváltásra lenne szükség, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk, ami segíthet minket, abban ezt a problémát megoldjuk és konkrétan a mi esetünkben pedig gondolkozzon el mindenki egy kicsikét. Tehát végül is én nekem biológus végzettségem van, 30 évesen kandidátus fokozatot szereztem, ezen a pályán mozgunk, tehát én nem egy, egy outsider vagyok, én génsebizetet csináltam, az, amit mondok, az közölve van, ezt 20 éve visszaigazolt a nemzetközi tudományos élet, ideje lenne talán komolyan venni és odafigyelni.